Napenergia 4 milliárd forintból építettek ki 17 darab naperőművet Tuzséron és Mándokon. Szemléletformálás Vásárosnaményban, nagy rendezvényeken népszerűsítik a fenntartható fejlődést egy önkormányzati projekt keretében. Megnyílt a tófürdő, újabb 1 milliárd forintos fejlesztés indul a közeljövőben Sóstón. Négy milliárd forintból építettek ki 17 darab naperőművet Tuzséron és Mándokon a Keslány befektetési holding ZRT beruházásában. A Kölcsei Televízió irodóját látják. Köszöntöm Önöket! Ez majdnem 40 ezer napelem táblát jelent, ezek nagyjából 4 nagy település éves energiafelhasználását fedeznék. A felszerelt napelemek a napenergiát automatikusan változtatják át elektromos energiává, így a szakemberek további beavatkozása nem szükséges hozzá. Ezek az új naperőművek legalább 25 éven át 100%-osan működnek majd Mándok és Tuzsér határában. A 17 darab naperőművet 4 milliárd forint önerőből és hitelből telepítették. A 40 ezer napelem tábla működőképes marad negyed évszázad után is, bár azt követően csökken a teljesítményük. Jelenleg 17x700 megawattóra áramot termelnek a parkok egy évben, a közérthetőség kedvéért egy családi ház éves 2100 kilowattóra fogyasztását a mándoki erőmű nagyjából 27 perc alatt előállítja napos időben. A projekt másfél évvel ezelőtt kezdődött, a banki kölcsön és az előzetes munkálatok után maga a beruházás 2018. szeptemberében indult, és évvégére el is készült. Ezután jött a csatlakozási és engedélyeztetési munkafolyamat, valamint az adminisztratív teendők. Végül idén márciusban elkezdődött a próbaüzem, és április 1-től úgynevezett KÁT, vagyis kötelező átvételi rendszerben megy a termelés. Sok helyszínt megvizsgáltunk, és nagyon fontos szempont a beruházásnál, egy naperőm beruházásnál a napsütéses órák száma mellett a csatlakozási pontok kiválasztása, tehát hogy mennyire közel van a csatlakozási pont, és ebből a szempontból itt találtunk kettő szerencsés területet, ahol egyrészt nem egy nagy, magas aranykorona értékű földet kellett a művelésből kivonni, hanem egyébként más célra nem hasznosítható területről volt szó, és az egyik területnek a kellős közepén, a másiknál meg pont mellett volt egy villamos csatlakozási pont, ami miatt a beruházási költségünk jóval kedvezőbb lett. Egy-egy naparőmű a 700 megawatt óra ára mintegy 70%-át április és szeptember között termeli. A felszerelt napelemek a napenergiát automatikusan változtatják át elektromos energiává, így szakemberek további beavatkozása nem szükséges hozzá. A környék mondjuk 4-5 településének az energiaellátását fedezni ez, hogyha csak ebből lenne fedezve az energiaellátása. Nyilván ezek az erőművek általában napban termelnek, ugye mondjuk reggel 9-től este 5 óráig, tehát csak ebből nem lehetne a települések energiaellátását fedezni, viszont a megtermelt mennyiség elég lenne 4 nagy településnek az energiaellátására. A holding a megtermelt villamos energiát a kötelező átvételi rendszerben értékesíti. Ez azt jelenti, hogy támogatott áron az állam vásárolja meg. A befektetett 4 milliárdos összeg körülbelül 11 év után térülhet meg. 6 párt és 2 civil mozgalom szövetsége a nyíregyházi közös ellenzék, ezt sajtótájékoztatón jelentették be a helyi vezetők. Lövei Csaba önkormányzati képviselő a Mindenki Magyarországa mozgalom képviseletében elmondta, az ellenzéki szövetséget a Párbeszéd támogatásával az MSZP, a DK, a Momentum, a Jobbik, az LMP mellett a helyi Függetlenek Egyesülete és a Mindenki Magyarországa mozgalom alkotja. A tagok szerint új politikai kultúrára van szükség a megyeszékhelyen. Céljai között szerepel a munkahelyteremtés, a szociális biztonság növelése, valamint a környezetvédelemre is nagyobb hangsúlyt helyeznének a jövőben. A szövetség közös polgármester és képviselőjelölteket állít az októberi önkormányzati választásokon. Ennek az összejövetelnek voltak már előzményei, hiszen ha jól látom, ez a pontosan ebben a összetételben a gondolkodást, a közös gondolkodást már kifejeztük március 15-én egy koszorúzással a Kossuth téren, és azóta is egy közös gondolkodás van ebben a csapatban. Úgyhogy ezúton szeretném bejelenteni, hogy egyesületünk és a nyíregyházi városi pártok összefogtak, hiszen Nyíregyháza többet, jobbat,
és nyugalmat érdemel. Több mint 4 millió forintos kehopos program is várta azt a közel 5000 embert, aki részt vett az idei Zoárnapi Sokadalom rendezvényein. Vásáros Namény ugyanis konzorciumi partnere a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat projektjének. A szemléletformálási program célja, hogy a legkisebbektől az idősekig mindenkinek megmutassák a megújuló energiaforrások működését és az energiahatékonyság különböző formáit. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat egyik jelenleg is futó projektje a 4 millió 200 ezer forintos szemléletformálási programok az energiahatékonyság egyében Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében című kehópos program. Ennek konzorciumi partnere a 40 éve várossá minősített Vásáros Namény. A cél, hogy minél többen ismerjék meg például a megújuló energiaforrásokat. Épp ezért úgy gondoltuk, hogy egy Zoárnapi Sokadalomban, amely a város kiemelt rendezvénye, ahol 4-5 ezer ember is megjelenik, előfordul, érdeklődik sok mindenben, legyen jelen ez a projekt is, ez a program is legalább egy elemével, és adjunk egy olyan helyet ennek is közösségnek, akik ezzel kiemelten foglalkoznak, hogy meg tudják mutatni ennek a projektnek a jelentőségét. Tudjuk azt, hogy ez a város, de mondhatnánk azt, hogy a megye teljes egésze odafigyel arra, hogy az alternatív lehetőségeket, az energiafogyasztás, az energiafelhasználás terén a megújuló energiákat és az energiahatékonyságot szem előtt tartva odafigyeljen arra, hogy milyen lehetőségeink vannak. A programhoz a Nyíregyházi Egyetem is csatlakozott. Újra hasznosított üdítős dobozokból és biciklitengelyből készült szélkerék mutatta be a fiataloknak, hogyan használható a szélenergia. A napelemes modellrendszer pedig azt szemlélteti, hogyan készül a napsugárzásból elektromos áram. A játékos bemutatók azonban nem csak a gyerekeket érdeklik. Egészen fiatalok, egészen idős korosztály, mindenki megáll, megnézi, volt, aki túlment, aztán visszajött, hogy mi is ez, és akkor nekik el szoktuk mondani, hogy mi az, hogy működik, mire jó. Ez a napelem egyébként mostanában különösen ilyen, azt hiszem, hogy felfutóban van, tehát sokan érdeklődnek iránta, pályázatok is vannak, én mondjuk azokkal nem foglalkozom, csak figyelem, vagy látom, észlelem. Engem a működése érdekel, tehát azért raktam össze egy ilyen mini modellt, hogy hordozható, bárhova elvihető, egyébként minden alkatrésze olyan, mint az igazi, csak kicsi. Az önkormányzat standjánál a gyerekek egész nap rajzolhattak, a felnőttek pedig a szemléletformáló kérdőív kitöltéséért ajándékcsomagot kaptak. Szombaton megnyílt a 250 millió forintból felújított tófürdő, Sóston pedig újabb 1 milliárd forintos fejlesztést jelentett be Nyíregyháza polgármestere. A megújult szabadtéri strand a régi árakkal várja a vendégeket. A korábbi évekhez képest idén hosszabb nyitvatartással készülnek, így ha az időjárás engedi, még szeptemberben is nyitva lesz a tófürdő. Szalagátvágással indult a szombat a tófürdőn, hivatalosan is átadták a megújult és korszerűsödött strandot. A közel 100 éves tófürdőre már ráfért a felújítás. Ehhez 220 millió forint uniós támogatást nyertek, valamint 30 millió forint önerőt is biztosítottak hozzá. A munka még 2018 őszén indult, a beruházás még határidő előtt, június elejére elkészült. Az egész bejárat korszerűsödött, és egy újabb pluszpénztár segíti a vendégek fogadását. A tófürdőn belül megújult a strandröplabda pálya, felújították a gyerek és a termelmedencét is. A régi csúszda helyett pedig két újat helyeztek el a tóban. Egy új 50 négyzetméteres stéget is elhelyeztek a víz közepén, a játszóteret áthelyezték árnyékosabb részre, de a tóban a vízben is lehet játszani, egy vízi játszótérnek köszönhetően. Kulturált öltözőrendszert alakítottak ki, valamint minden vendéglátó egység új, egyforma bútorzatot kapott. A beruházás során a törzs vendégek jó szándékú kritikával és észrevételekkel segítették a munkát. Ez a beruházás is egy 9 éve kezdett átgondolt fejlesztési tervnek a része, közölte a polgármester. Kovács Ferenc kiemelte, a 123 szobás Sóstó hotelt várhatóan heteken belül, július végén átadják, a megújult múzeumfalu pedig augusztus végére készül majd el. Egy újabb fejlesztést is bejelentett Nyíregyháza polgármestere. A gyógyhelyek pályázatán 1 milliárd forintot nyertek a Sóstó további fejlesztésére. Ennek köszönhetően 3 vizes blokkot építenek. Bővítik a parkolóhelyeket, megszépülnek a közterek, kiemelten az új hotel és a svájcila közötti terület. Ezek a fejlesztések jelenleg tervezési szakaszban vannak. Egy országos sorozat része volt a vasárnap Nyíregyházán tartott megemlékezés a holokauszt áldozatairól. 75 évvel ezelőtt a megyeszékhelyről közel 5000 embert deportáltak Auschwitzba, ahonnan csak néhányan térhettek vissza.
A történelem ezen tragikus eseményére a Bernstein Béla téren emlékeztek meg. Az ország több nagyvárosában tartanak megemlékezést a holokauszt helyi áldozatainak emlékére, mindenhol körülbelül abban az időben, amikor indultak a vonatok Auschwitzba a deportálásra. A nyíregyházi megemlékezést vasárnap délelőtt a szokásokhoz híven az egykori főrabbiról elnevezett Bernstein Béla téren tartották a holokauszt emlékmű előtt. Ez egy emlékeztető és emlékezés arra a tragédiára, amit Nyíregyházán is megtörtént a német megszállás után, és ugye ezt követően a teret is Bernstein Béláról neveztük el, az akkori rabbiról, aki szintén az Auschwitzba, itt volt a gettóba, és Auschwitzban halt meg. Azt gondolom, hogy ezt mindig meg kell tennünk, hogy ez még egyszer soha ne forduljon elő, és emlékezzünk kell a tragédiára, a szégyentes eseményekre, de azokra is, akik igaz emberekként minden körülmények között segítettek a rászorultaknak. Magyarországnak közel 600 ezer zsidó vallású áldozata volt a holokauszt során. Nem volt olyan család, amelyiket ne érintette volna ez a tragikus történelmi esemény. A német hadsereg 1944. márciusában szállta meg az országot. A zsidókat április közepén kezdték összeírni, június elején pedig már megkezdődött a deportálásuk Nyíregyházáról és környékéről. Szinte az egész vidéki zsidóságot ebben az időszakban megszüntették, legyilkolták. Így Nyíregyházáról és környékéről is rengeteg ember deportáltak, akik aztán Auschwitzba mentek és nem jöttek vissza. Körülbelül 5000 fő nyíregyházi városi lakót tömörítettek a nyíregyházi gettóba, és körülbelül 12500 nyíregyháza környéki zsidót tömörítettek a gettóba, majd innen elhurcolták őket három tanyára, és onnan pár héten belül az egész 17.500-as tömeget Auschwitzba deportálták, és csak néhányan tudtak visszajönni. Erre emlékezünk most. Ha a múltunkra nem emlékezünk, akkor nem tudjuk építeni a jövőt, hangzott el a beszédekben. Heisler András hozzátette, a tórai parancs úgy szól, meséld el fiaidnak a történetet. Ezért fontos, hogy rendszeresen megemlékezzenek a tragikus eseményekről is. Három civil szervezet munkáját segíti a nyíregyházi Tesco áruház. Összesen 700 ezer forinttal támogatja őket, de hogy ez hogy oszlik meg közöttük, azt a vásárlók szavazatai befolyásolják, akik a hipermarketben kihelyezett urnákba dobhatják be a fizetésnél kapott érmeiket. Erre 4 hét áll rendelkezésükre. Zsetont kap a vásárlás után ez a férfi a nyíregyházi Tesco áruházban. A kasszák előtt felállított urnánál aztán tájékozódik és megfontoltan dönt, melyik bedobja be az érmét. Ön választ, mi segítünk, ez a neve a Kereskedelmi Lánc közösségi kezdeményezésének, amely még 2017-ben indult és 4 országban hirdetik meg évente 2 alkalommal. A vásárlók helyi civil szervezetekre szavazhatnak. Minden vásárlás után 1 zseton kapnak, szavazást 4 hétig tart, 4 hét után lezárásra kerül a szavazás, és a díjazásokat átadjuk a résztvevőknek. Tavaly évben indult az, hogy minden résztvevőnek adunk most már pénzjutalmat a szavazások után, hogy jó tékonyságra tudják ezeket fordítani. Az első helyezett 400 ezeret, a második helyezett 200 ezeret, a harmadik helyezett pedig 100 ezer forintot kap, és ezt utónkövetésen megnézik, hogy tényleg jó helyre mentek-e ezek a pénzösszegek. Az áruházlánc pályázat útján választottak ki a 3 nyíregyházi szervezetet, az Állatbarát Alapítványt, a Mazsola Egyesületet az Egészséges Családokért és a Rejtett Kincsek Dámna Egyesületet. Utóbbi EQ a négyzeten a Mi Gyermekeink a Jövő Szülői című érzékenyítő programjával pályázott. Fogyatékossággal élő és tipikus fejlődésű gyerekeknek szervezünk közös programokat, kisiskolás, óvodáskorú gyerekeknek, itt 10, vagy hát attól függ, mennyi forrás sikerül gyűjteni, mennyi zsetont kapunk a pályázatban, minél több zsetont kapunk, annál több csoporttal tudjuk megcsinálni, de terveink szerint egy olyan 500-600 gyereket be fogunk vonni ebbe a programba a város óvodáiból és iskoláiból, ahol nálunk a Csodavár intézményben pedagógusok, gyógypedagógusoknak egy tervezett programján keresztül próbáljunk hatni a gyerekek érzelmi intelligenciára, hogy elfogadóbbak, toleránsabbak legyenek és nyitottabbak legyenek a fogyatékossággal élőkre. A programokat szeptember és január között valósítják meg, havonta 2-3 csoportot fogadnak majd.
Az áruházban két urnába lehet bedobni a pénztárnál kapott zsetont. A nyíregyházi egység egyébként más tevékenységeken keresztül is megvalósítja a társadalmi felelősségvállalást. Legutóbb például játszóteret festettek a rejtett kincsek egyesületnél, emellett óvodákat és iskolákat is támogatnak. A Duna-delta természetvilágát mutatja be a József András Múzeum legújabb fotókiállítása. A közel 3500 négyzetkilométer kiterjedésű területről készült több mint 60 fotót bemutató tárlat a Tulcsai Múzeum együttműködésével jött létre. Ez az első lépése a romániai intézménnyel 10 évvel ezelőtt megszakadt szakmai kapcsolat újrajelesztésének. 5 tulcsai fotós 61 képen mutatja be a Duna-delta közel 3500 négyzetkilométeres területét. A történelmi természetvilágot 400 madárfaj színesíti. Közülük a pelikán az egyik legismertebb, amelyből közel 6000 egyed él ezen a vidéken. Ez a kiállítás Dobrudzsa legszebb vidékeit mutatja be, a Duna-deltát, ami úgy hiszem, hogy az egyik leglátványosabb természeti érték Romániában, illetve a Mocsin-hegységet, ami szintén egy egyedülálló érték, egy lenyűgöző élővilággal, gyönyörű tájakkal és nem utolsó sorban néprajzi értékekkel. A művészi fotók a gyerekek figyelmét is felhívják a táj szépségeire és a természetvédelemre, de a József András Múzeum számára is fontos. Ezzel ugyanis a határon túli Szatmár megyei múzeummal élesztik újjá a 10 évvel ezelőtt megszakadt kapcsolatot. Az a vidék elsősorban természeti értékekben nagyon gazdag, de nagyon sok történeti és régészeti kapcsolódó szakmai projektünk is van, volt, és remélem, hogy lesz is. És mi ezt a kapcsolatunkat azért akarjuk ápolni, hogy bármiféle olyan uniós projektet meg tudjunk szerezni, aminek segítségével romániai partnerekre is szükség van. A két múzeum kapcsolata eddig csak történeti, azon belül is a régészeti területen volt jelen. A most megnyílt kiállítással azonban a természetrajzi együttműködés is elindult. Lengyel versenyző nyerte a leveleken rendezett jetski EB magyar futam király kategóriáját. 22 nemzet több mint 110 versenyzője mérte össze tudását és állóképességét a hőségben a tófürdőn. A 13 év után újra Magyarországra érkezett futamon a magyarok két első helyezést, összesen pedig 9 érmet gyűjtöttek. Pénteken a pole pozíciós versenyekkel kezdődött a jetski Európa-bajnokság magyarországi megmérettetése a levelek kitavon. Ez alapján alakultak ki a rajtsorrendek mind a 13 kategóriában. Ténylegesen 22 nemzet, több mint 110 versenyző itt van, és az Európa legjobbjai voltak itt. Tehát ide már az nem jött el, aki a portugál első versenyen nem szerepelt jól, tehát az már azt mondta, hogy már akkor minek, mikor már úgyse tud javítani. Tehát itt az, hogy Portugáliában 85 versenyző volt, itt 115 versenyző volt, ez egy nagyon komoly eredmény, tehát sportdiplomáciailag is úgy könyveljük el ezt a dolgot, hogy ez egy siker volt 13 év után, amikor már egy kicsit elfelejtettek bennünket, a nemzetközi palettáról már lekerültünk. 13 év után azonban visszakerült Magyarország a jetski térképre. A leveleki futamon ráadásul szépen teljesítettek a magyar versenyzők, hiszen összesen 9 érmet gyűjtöttek, amelyből 2 arany volt. Ezeket a Rám Veterán GP 1 kategóriában Heller Krisztián, a Ski Division GP 3-ban pedig Szabó Barnabás szerezte meg. A király kategóriában azonban lengyel győzelem született. 10 évvel ezelőtt kezdtem jetskizni, szerettem a vizet és a gyorsaságot, ez a kettő pedig tökéletesen összeért ebben a sportban. Idén először Portugáliában versenyeztem, ahol 3. helyezést értem el, aztán Kolumbiában vettem részt a világbajnoksági futamon, ott szintén 3. lettem, most pedig a magyar futamot nyertem meg, ezzel összetettben is az élre kerültem. A lengyel versenyző ráadásul a 200 hektáros leveleki tavon szerezte meg a győzelmet, ahol először rendeztek ilyen nagyszabású versenyt. A tó mérete ugyanis alkalmas volt a 150 km/órás sebességű járművek befogadására. Ilyen rendezvényünk még nem volt leveleken, egy Európa-bajnokság az mégiscsak valamilyen meghatározó, és nem csak országosan rakja fel a térképre a leveleket, hanem Európa szerte is, hiszen több mint 100 versenyző volt itt, több mint 80 országból, tehát ez nagyon sokat számít a településnek. Én azt hiszem, hogy és remélem, hogy lesz ennek folytatása jövőre is.
és akkor még szebb rendezvényt, még nagyobb vonalú rendezvényt tudunk majd csinálni itt Leveleken. A hétvégi hőségben senki nem lett rosszul, és a versenyeken sem történt baleset, így minden esély megvan rá, hogy jövőre újra láthatják a vízen száguldó járműveket a motorsport környékbeli szerelmesei. Most pedig iradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. 40 ezer új napelem működik ezen túl Szabolcs megyében. 4 milliárd forintból építettek ki 17 darab naperőművet Tuzséron és Mándokon a Keslány Befektetési Holding ZRT beruházásában. Ez majdnem 40 ezer napelem táblát jelent, ezek nagyjából 4 nagy település éves energiafelhasználását fedeznék. A felszerelt napelemek a napenergiát automatikusan változtatják át elektromos energiává, így a szakemberek további beavatkozása nem szükséges hozzá. Közel 5000 ember látogatott kivásárosnaménybe az idei Zoár napi sokadalomra. A kulturális és szórakoztató programok mellett a megújuló energiaforrásokat is megismerhették közelebbről az érdeklődők. A szemléletformálási program egy több mint 4 millió forintos Kehopos megyei önkormányzati projekt, amelynek vásárosnamény konzorciumi partnere. 1 milliárd forintos fejlesztési terv kidolgozásába kezdett Nyíregyháza, a jövőben tovább szépítik Sóstót. Kovács Ferenc polgármester ezt a tófürdő szombati megnyitóján jelentette be. A strand 250 millió forintból újult meg az elmúlt hónapokban, hétvégén az időjárás is kedvezett a szezonkezdésnek. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták június 17-én, hétfőn, friss hírekkel, legközelebb kedden este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra, szép estét! Ma még változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő várható, zápor előfordulhat, helyenként zivatar is kialakulhat, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 17 fok között alakul. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett több-kevesebb napsütés várható, helyenként zápor és zivatar is kialakulhat, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul. A folytatásban változékony időre van kilátás, kezdetben még több, majd egyre kevesebb helyen záporra, zivatarra. A hét közepén a gomoly felhők mellett már hosszabb időre kisüt a nap, és csak elszórtan valószínű csapadék, és akkor már ismét meleg nyári idő várható.